Délelőtt szakmai konferencia van Berekfürdőn, majd Karcagra látogatnak, és megnézik a malomipari emlékeket. Minden évben, 91 óta folyamatosan megrendezzük ezt az országos molnárnapok rendezvényt, előadásokkal, kiállításokkal, kultúrtörténeti látogatásokkal, illetve társas összejövetele, barátkozással, ismerkedéssel, ismerkedés felújításával. A rendezvény igazi értéke az, hogy össze tudjuk tartani az ország malomipari szakembereit, molnárokat, malomvezetőket és most már malom tulajdonosokat. És a rendezvénynek a jelentősége az, hogy új üzemeket, megújuló üzemeket, illetőleg valamilyen műszaki újdonságot, vagy szervezés újdonságot tudunk bemutatni, és így a kollégáink el tudnak jutni ezekre a helyekre, mégpedig szakszerű felvezetés, előadás mellett. Nagyon fontos, és nagyon tiszteljük Karcag városát, hogy ezt a hagyományt erősíti. Mi jó kollégánk volt Kovács Pál, néhány Kovács Pál műszaki vezető kollega ebben a villanymalomtelepen, aki megírta azt a kis híres könyvét, kiadványát, a 60 malom városát. Hát tudjuk, hogy itt még a mi időnkben hatékonyan működött a hántolómalom, a villanymalom, illetve a filaxiának a kukoricamalma a város határában. Ezek a malmok, mind a három gyakorlatilag megszüntette a tevékenységét, nyomai vannak, de reméljük, hogy úgy, mint a hántolómalom felé lett, és kukoricamalommá szervezte át a új tulajdonos, a villanymalom a hatalmas silótelepével együtt, az is új életre kell, és akkor gondoljuk, hogy Karcag továbbra is a malmok városa marad az országban. Még annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy Karcag városának köszönhetjük azt is, nem is a városnak, hanem az akkor itt működő malomipari vállalatnak, hogy 91-ben az első ilyen jellegű molnárnapokat itt tudtuk megrendezni. A molnár szakma már a szakember szerint teljesen átalakult. Ahogy az új malmok, tehát igazán új malmok megjelentek, a termelő létszám rendkívül lecsökkent. Ez a műszaki felügyelet modernizálása miatt is, illetőleg a késztermékek forgalmazása, kiszerelése, zacskózása, zsákolása, mozgatása tekintetében. Ma egy malomban alig van ember, sőt, Magyarországon is tudunk működtetni úgy malmot, hogy ember nélkül egy műszakban vagy teljesen. Ismertek az ilyen malmok. Az igazi dolog az, hogy ebből a területről más területre mentek át a létszám, mégpedig a minőségügy területére, tehát a gabonák vizsgálatára, mégpedig nemzetközi szintű vizsgálatára, illetve a késztermékeknek a minősítésére, és ami új terület jelent meg a korábbi állami malomiparhoz képest, hogy a gabona beszerzése és a gabona termékeknek az értékesítése az szinte az üzem mindennapos feladatává vált. Tehát nem egy rutinszerű termékpálya van a bemeneti és a kimeneti oldaltól. A résztvevőket Szepesi Tibor Karcag polgármestere is köszöntötte, majd szólt nagyapjáról, a malom egykori főmolnáráról, Bítót Elekről és a vele a malomban töltött évekről is. Közel 60 malom működött valamikor Karcagon, óriási malomipari tevékenység folyt, szélmalmok működtek, darálók működtek, ugye működött a Európa legnagyobb lishántoló malma, óriási örlőmalom és az ahhoz kapcsolódó tárolási kapacitás. Beszélhetünk arról, hogy mekkora hiány ez az elmúlt években, és óriási köszönet a szatmári cégcsoportnak, hogy próbálja újraindítani a malomipari tevékenységet, hogy megnyitották a kukoricamalmot. Előkészítés alatt van a búza örlőmalomnak az újraindítása, újraépítése, hiszen óriási szükség van itt a területen, mert ha arról beszélünk, hogy gabonatermelés, akkor nyilván Karcag ebben élen jár. Ugye az ország 5. legnagyobb területű településéről beszélünk, amely település területének javarésze
termőföld, tehát rengeteg olyan gabonaterem, amelyet jó lenne, hogyha itt helyben tudnánk őrölni, és helyben tudnánk olyan készítményeket előállítani, amelyet itt mellettem is látunk. Azt ugye tudjuk, én saját tapasztalatból is, hogy a Molnár szakmának mekkora megbecsülése volt, és mekkora megbecsülése kell, hogy legyen, hiszen nap mint nap elhangzik az a mondat, amelyet én is gondolom, hogy nagyon sok férfitársam megkap, hogy én is indultam reggel, és a feleségem utánam szólt, hogy el ne felejts kenyeret venni. Nyilván addig, amíg a magvetéstől a pékig eljut a kenyér alapanyaga, addig van egy nagyon fontos közmenső lépés, lisztet kell, és jó minőségű lisztet, jó minőségű gabona lisztet, legyen az búza, vagy kukorica, vagy egyéb más gabona liszt, elő kell állítani, és ehhez szükség van olyan szakemberekre, akik tovább viszik ezt a hagyományt, akik folyamatosan fejleszték, új gépeket készítenek, és egyre jobb minőségű lisztet, gabona lisztet tudnak előállítani, hogy utána egyre finomabb kenyerek, pékáruk kerüljenek az asztalokra. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy éltetik ezt a szakmát, ahogy elnök asszony is mondta, hogy a legjobban működő szakterület, nem véletlen, azt gondolom, hiszen a malmi dolgozók mindig híresek voltak arról, hogy összefognak. És hát ha a személyes kötődésről kell beszélni, akkor igen, amikor indult a karcagi őrlőmalom, valamikor nagyon-nagyon régen, ott a 60-as évek közepén, ha jól emlékszem az évszámra, még én akkor éppen meg sem voltam. De akkor, hogy ahhoz, hogy akkor elinduljon ez az őrlőmalom, akkor fölkértek, ha jól emlékszem, 3-4 fő molnárt, hogy indítsa be ennek a malomnak a működését, és ezek közül az egyik az én anyai nagyapám volt, aki több mint 30 évig volt a karcagi őrlőmalom főmolnára. Gyakorlatilag a kezdetektől egészen a haláláig dolgozott gyakorlatilag ebben a malomban, és azért dolgozott, hogy ilyen nagyon finom lisztek készüljenek. Gyakorlatilag az egész gyerekkoromat ott töltöttem a malomban, tehát szinte minden részét ismerem a jelenleg még álló őrlőmalomnak, és hát bízom abban, hogy nem csak ilyen malomipari történeti emlékként fog megmaradni nagyon sok minden a karcagi malomiparból, hanem valóban kézzelfoghatóként, amit majd nyilván önök is fognak látni a délutáni programok folyamán, akár a szélmalomban, akár pedig a malomtörténeti kiállításon. Az előadások után a karcagi szélmalom, a köves daráló múzeum benne a malomtörténeti kiállítással és a kukoricamalom megtekintésével folytatódott a szakmai nap.